Most azért ők majd szombaton azért üljenek oda, nem a képernyő elé. Hát megnézzük, hogy ebből mi lesz. De ti nem tudjátok. De mit csináltok? Mi lesz valami meglepi? Én féltem attól, hogy csináltok. Én azt mondom, ti csak üljetek, önök is üljenek oda, érdemes. Amit szombaton ők látnak majd, az önöknek nagyon fog tetszeni. Jó? Nem mondom meg, hogy mi. Olyannyira, hogy alá kellene írni ezt a dolgot, jó? Mert... Hogy hagyjátok, így van. Mert hogy történt, ugye ez az, ami történt, bármi és történt, hozzá kellene járulnod. Hagyni kell. Ja, fordítva adtam. Az az igazság, hogy a kész... Nem, ez én vagyok. A kész átverés showban mi mindig aláíratjuk az áldozatokkal a papírt, hogy hozzájárul, hogy adásba kerüljön. Na, most... Úgy tűnik, hogy ezt most velünk is alá akarják iratni. Gábor, Gábor ne szedd szét! Nem tudom, azt nézem, hogy kamerát elrejtettek a lábam között, vagy... Ja. De, hát a lábad között, a nadrágodban nézett, ha miért itt nézett fel? Gondolja, mert a kamerát mindig vicces helyre szokták állítani. Az még milyen megnyugtató lenne, hogy kamera van a lábam közt, meleg, meleg. Na, Olaszország, majd tényleg írjátok már. Nyilatkozzak. Olaszország. Valamint Bocskor Gábor, kijelentem, hogy hozzájárulok az RTL Klub Televízió kész átverés show és heti hetes című műsoraihoz rólam készült felvételek minden nemű sugárzásához és az ahhoz tartozó promócióban való felhasználásához. Ezt nem írjuk alá. Miért? Minden nem. Ne haragudj rá. Csak ti verhettek át. Ilyen gyávákat. Mert amikor mi átverünk valakit, az tudja, hogy hogy van átverve. Most én Bianco aláírok valamit. Ez a bátorság. Ez nem bátorság, ez hülyeség. Akkor az. Írd alá, Gábor, te nyugodtan. Nem szoktuk csinálni. Az RTL Klub nem is tudja, hogy mi úgy írtuk alá a szerződést, hogy az én nevemet te írtad alá. Igen. A te nevedet én írtam alá. Egyébként teljesen aláírjátok, nem írjátok alá, úgyis olyan lesz a műsor, és akkor majd pereltek, az RTL termitek. Jó? Jó? Na. De a műsorotok ez lesz utána, csak nyugodtan. Olaszország. Mindegy, ne törődj el. Szombaton ülj oda. Nézd hát meg. Ülj oda szombaton, meglátod. De nem tudod. Veled vagyok a sajtóban. A kedves közönséget kérem, meg ez azért... hülye vagy, ez azért... nem hiszem el. Boros, neked Bocskor Gábor kellett volna írnod. Jaj, de egy állat vagyok. Nem hiszem el. Jaj, de egy állat vagyok. Közben, bocsánat, a kedves közönséget kérem, ugye azért igen, nekünk ez egyértelmű, hogy mi történt. Igen. Jó, oké. Okay. Akkor na. Jó. Na, te is tudod, te szemét! De uraim, nincs vége a műsornak, elnézést, tessenek aláírni. Csinálj úgy, mintha mindent értenél. Így van, Olaszország kész ismét harcba szállni. Azért nem kell így ülni, semmi, erre ami még történt, már megtörtént. Ez még hír, és erre reagálni kéne, uraim. Mi, te tudod? Hogy? Aztán mindent ért. Nekem röhögött a szünetbe. És akkor én nekem gyanús lett az egész. Nem. Korán adtam oda a fenegye meg. Hát, na. Ácsi, na. Hölgyeim, uraim. Olaszország ismét kész harcba szállni, hogy 2007-től ne kelljen a magyarok kedvéért megválnia a borait jelölő Tokaji márkanévtől. Szeretnék elérni az Európai Unió és Magyarország közötti... Hol volt a poén a hírben? A Bocskor arca. De sajnálom! De úgy, az a baj, hogy ez úgy van kitalálva, hogy csak szombaton derül ki. Jó, oké. Együtt a Volkswagen rádióban. Egy életre összevesztünk. Kész,
lezárabadtál. 0623-02-53 a telefonszámunk, levél címünk 1119 Budapest Sopron út 40. Az e-mail cím... Jó poén? Jó poén. Az e-mail címünk heti7es@rtlclub.hu. Én se tudtam úgykor végigmondani azt a viccet. Na és www.rtlclub.hu. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, találkozunk egy hét múlva. Nem mondtam. Tényleg az, az még alá. Köszönöm szépen. Mi mindig engem vesztek? Igen. A írd alá, ne kicsinyeskedj meg. Jaj, bocsi, bocsi. Semmi iszonyatos. Nagyon ábasztak téged. Nézd a p***sába. Jaj, hogy lehet téged ilyen könnyen ábaszni? Jöjjek, aki ilyen hülye. Még mindig nem érti. Tessék, dehogy tudom, csak úgy csinálok, mint a tudom. Gábor, Lajos, ha végignéztétek az egész adást, és nyilván kerestétek benne, hogy mi volt az átverés, akkor most már mondjuk el, semmi az ég előtt a világon, csak ez a papír, és az ezzel kapcsolatos összes ijegység. Más nem volt, de ez hogy bejött? Köszönjük szépen.